5 forduló után 8 megszerzett ponttal az NB2-es labdarúgóbajnokság 9. helyén tanyázik a szombathelyi Haladás, amely 2 győzelem és 2 döntetlen mellett egyszer kapott ki a 2020-2021-es szezonban. A zöldfehérek a hétvégén nagy esélyt szalasztottak el, hiszen 2 góllal is vezettek a feljutásra esélyes Vasas vendégeként, de a hajrában bekapott gólok miatt be kellett érniük a döntetlennel. A találkozó első hali gólját a nyáron érkező fiatalvédő Mocsi Attila fejelte. Tudtuk azt, hogy egy nagyon erős bajnokság az idei, hisz nagyon jó csapatok vannak, olyan anyagi hátterük van, ami NB1-es szintű. Viszont úgy gondolom, hogy helyel közzel elégedettek lehetünk, hisz olyan meccs, például a Vasason mutatott játékunk már kezdett arra hasonlítani, amit szeretnénk egész évben játszani. Sajnos az eredmény ott a végét azt elrontottuk, de úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Ha ezt folytatjuk tovább, akkor sikeres évet tudunk zárni. A Haladás szerda este a tabella első helyén álló Ajka együttesét fogadja. Mátyus János vezető célja egyértelmű, itthon tartani a 3 pontot. Bár meglepőnek is tűnhetne, de azért azt látni kell, hogy az Ajka nem véletlen tanyázik az első helyen a másodosztályban. Én azt gondolom, hogy egy nagyszerűen szervezett csapat remek támadó játékkal rukkolnak elő hétről hétre, de azért mi is azt gondolom, hogy jól muzsikálunk, és reméljük, hogy szint úgy megtaláljuk az ellenfél gyenge pontjait, mint hogy megtaláltuk hétvégén is akár, és a remek támadójátékunk most egy jó védekezéssel fog párosulni. Az Ajka elleni bajnok itt szerdán 19 órától rendezik a Rohonci úton. A találkozót a Szombathelyi TV élőben közvetíti a Facebook oldalán.